A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Fehérvár Csurgónak Károlyi Kastély adott otthont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fehérvár megyei szakmai fórumának. A tanácskozáson az előadások érintették a földügyeket, a gabonakérdést, illetve az agrár- és vidékfejlesztési támogatások aktualitásait egyaránt. Csetibor András, a MAGOSZ főtitkára a földügyek változásait, illetve a gazdaságok átadásának alapvetéseit tárta a résztvevők elé. Nézzük meg, hogy pontosan ma, a mai napon mi az elővásárlási sorrend, és mi fog változni január 1-től. Itt a dián látható, ugye első helyen áll a magyar állam az elővásárlási sorrendben, őt követi a tulajdonos társ. Rögtön jön az első kérdés, hogy én Budapesten lakom, és itt Fehérvár Csurgón benne vagyok egy osztatlan közösben. Eladják az egyik tulajdoni hányadot, vajon tulajdonos társnak minősülök-e a rankhely szempontjában, magyarán még a helyieket is megelőzöm-e Budapestről? A válasz az, hogy megelőzöm, igen, ugyanis a tulajdonos társnak nem kell sem helyben lakónak lenni, sem 20 kilométeren belülnek lennie. Az a lényeg, hogy tulajdonos társ legyen, de itt a 3 éves szabálynak kell meglennie. Ugye itt azt nem kell külön kiemelnem, hogy a birtokpolitikai cél az oszthatatlan közös megszüntetése, ezért 20 kilométeren kívüli személyeknek is biztosított ez a rankhely. A tulajdonos társat követi a földhasználó, és akkor itt is felteszem a kérdést, ugyanaz a példa, Budapesten élek, de itt vagyok Fehérvár Csurgón, van egy haszonbérletem. Vajon földhasználónak minősülök-e, magyarán van-e rankhelyem többieket megelőzően? Nincs. Ugyanis a földhasználónak 20 kilométeren belül lakóhelyel kell rendelkeznie, lakáshasználattal kell rendelkeznie, tehát hiába én már használok itt egy földet haszonbérlettel, hiába megvan a 3 évem, attól még elővásárlási rankhelyem, földhasználói rankhelyem nem lesz, mindenképp a lakóhelynek 3 éven, 20 kilométeren belülnek kell lennie 3 éve. Akkor nézzük tovább a következő sorrendet, ami egyébként a szomszéd, és ahogy elnök úr is említette, itt július 1-től történt egy változás, mert volt egy fél éves időszak januártól júliusig, amikor például aki ökotermesztést vállalt, vetőmagtermesztést vállalt, vagy az állattartó, az a helyben lakó szomszédot is megelőzte. Július 1-től ez visszaállt a korábbi rend szerint, ezt többek között egyébként a MAGOSZ és Kamara is így javasolta. Ugye a fő birtokpolitikai cél az, hogy az egybenművelés biztosított legyen, tehát hogyha nekem van egy földem, akkor is mellette eladnak egy területet, akkor igenis én tudjam azt a többieket megelőzően megvásárolni. Nyilván nagy birtokpolitikai elvek ütközéséről beszélünk, de talán a legfontosabb az, hogy a egységes birtoktagok alakulhassanak ki. A szomszéd kapcsán viszont felteszem ismét egy kérdést, ami úgy szól, hogy az rendben van, hogyha a mellettem lévő földet eladják, én vagyok a föld tulajdonosa, a mellette lévő földnek a tulajdonosa, de tegyük fel, hogy én nem a föld tulajdonosa vagyok, hanem csak a haszonbérlője. És a mellettem lévő földet eladják. Vajon helyben lakó szomszéd rankhelyére tudok-e hivatkozni? A válasz az, hogy tudok, ugyanis a szomszéd rankhelyét nem csak a tulajdonjog alapítja meg, hanem a földhasználat is. Tehát ha én használok egy földet, legyen az haszonbérlet, szívességi földhasználat, vagy ne adj Isten a földnek csak egy részét használom, akkor is biztosított számomra a helyben lakó szomszéd rankhelye. Ugye lesz egy friss változás, és el is mondom a gyakorlati példát. Ugye van egy terület mellette az enyém, de a kettő között van egy út. Egyszerű, ugye a szabály azt egyértelműen azt mondja, hogy ha egy út van köztünk, legyen az kerékpárút, vasút, töltés, bármi egyéb más, akkor ugyanúgy helyben lakó szomszédnak minősülök. De példában az történt, kúriáig jutott el az ügy, tehát egy komoly jogvita volt benne. A természetben se egyetlen út sem volt, viszont bementek és megnézték a térképet, és nem egy út, hanem két út volt egymás mellett. Régen beszántották ezt a két utat, de a lényeg az, hogy nyilvántartás szerint, hogy két út volt közte, és a nagy kérdés az volt, hogy vajon, hogyha két út van közte, akkor vajon a szomszédos területnek minősül-e. És a kúria egyértelműen kimondta azt, és január 1-től ez a jogszabályba is bekerül, lehet ott két út, három út, 10 út, most egy extrém példa, akkor is helyben lakó szomszédnak minősül valaki, vagy szomszédos területnek. A lényeg az, hogy közbeékelődő föld ne legyen, lehet egyébként más két ingatlan is. Na, a kiemelt tevékenységek alatt mit értek, mert ezeket említettem,
A szomszéd után következik a vetőmagtermesztő, az ökogazdálkodó, az állattartó, és ebben a tekintetben azért fontos változások jönnek január 1-től, kezdjük is azzal, hogy az ökotermesztők azok január 1-től már nem 20 km-en belüliek lehetnek, nem csak helyben lakók. Jelenleg ma még előfordulhat az, hogy két településsel arrébb, mondjuk Székesfehérvárról, valaki azt vállalja, hogy ő ökotermesztést fog, biotermesztést fog a területen végezni, és még a Fehérvár csurgójákat is megelőzi. Mert 20 km-en belül ez a ranke, és jól látjuk, még a helyben lakót is megelőzi. Ugye azt el kell mondanom, hogy elég sok visszaélés volt elsősorban az ökotermesztéshez. Ez abból adódott, hogy ugye a ökotermesztésnél nem az a lényeg, hogy egyébként én már ökoba gazdálkodjak, hanem egy jövőbeni vállalást kell tennem. És hát előfordult, és ebbe is változás lesz, hogy van nekem 2 hektár gyepre ökotanúsítványom, és vettem vele 100 hektár szántót, mindig a helyieket is megelőzve. Ez lesz a második változás, tehát az, hogy akinek mondjuk gyep területre van ökotanúsítvány, az csak gyepre tud ezzel a rankhelyel erővásárlási joggal élni. Jó, ha szántóra van, akkor szántóra tudok élni. Nyilván ez egy olyan kiskapu volt, amit sikerül vezelni január 1-től. És a legfontosabb változás az ökotermesztés kapcsán, de ez nem csak az ökot érti, hanem a vetőmagtermesztés, tehát minden olyan ranghelyet, ahol van vállalás, például vetőmagtermesztő vállalja, hogy legalább ekkora plusz területen vetőmagot fog termelni, ökos vállalja azt, hogy megveszem ezt a földet, ezen biotermesztést fogok vállalni, és mi van, ha nem tartja be? Ugye sokszor előfordult, eddig kapott egy bírságot a hatóságtól, hogyha észrevették, de a föld az övé maradt. Január 1-től pedig a szabály úgy változik, hogy ha a hatóság kap egy bejelentést, ez eddig is így volt, kap egy bejelentést, kimegy ellenőrizni, hoppá, itt nincsen ökotermesztés, akkor nem csak bírságot kap, és most jön a lényeg, 5 évre eltiltják a földszerzéstől. A vásárlástól is, meg a haszonbérlettől is. Tehát egyértelműen kijelenthető, hogy lesz súlya annak, hogy milyen ranghelyre hivatkozunk. Azt tudom mondani, hogy ezzel egyébként a valódi biogazdálkodók, meg a valódi állattartókat, meg a valódi vetőmagosokat tudjuk védeni, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok visszaélés volt, és az ő presztízsüket rombolta ez, hogy valahol a földszerzésben a biogazdálkodás az már egy, azt tudom mondani, hogy szitokszóval vált, ebből ki kell lépni és vissza kell adni a szakma presztízsét. Na és akkor őket követi a helyben lakó. Oké, tehát egy településen belül, aki valamilyen plusz tevékenységet vállal, vető, meg ökó vagy állat, akkor ő megelőzi a többi helyben lakót, és akkor őket követi a helyben lakó, és akkor jön a következő kérdés. Budapesten van a tartózkodási helyem, Fehérvár Csurgón van a lakóhelyem. Tehát tényleg Budapesten élek, de itt van a lakóhelyem, ott pedig a tartózkodási helyem. Hol leszek én helyben lakó? A válasz az, hogy Budapesten, ugyanis, hogyha van tartózkodási helyem, akkor az az elsődleges. Ha nincs, akkor egyértelműen ugye a lakóhely számít, de akinek tartózkodási helye van, akkor főszabály szerint ott tud ezzel a helyben lakó rankhelyével élni, ott minősül életvitelszerű lakáshasználatnak az ottani címe. Egy javaslatot, ha megfogalmazhatok, ha majd kimegyünk innen a fórumról, és beülünk a kocsimba, akkor nézzük meg a lakcímkártyánkat, ugyanis a tartózkodási hely az 5 év után lejár. Sajnos nem egy olyan példa volt már, hívtak gazdatársak, hogy Tibor, 3 napja járt a tartózkodási helyen, nem akarják megadni a helyben lakó státuszát, de egyébként semmi nem változott, tehát ugyanúgy ott lakik, ahol már 20 éve is lakik. És sajnos a tartózkodási hely az 5 év után, ha lejár, akkor bukik a 3 éves egybefüggő ott tartózkodás, tehát bukik egyébként a ranghely is, tehát mindenképp a lejárt előtt azt újra meg kell újítani. A végül pedig ilyen koncentrikus körökként a legtávolabbi kör ez a 20 km, de ehhez is van egy kérdésem. Vajon a 20 km-t azt hogyan számoljuk? Ugye az tiszta, hogy nem a föld meg a lakóhelyem, a két településnek a közigazgatási határa számít. Egyébként a Google-be, ha beírják, hogy közigazgatási határok, akkor van egy ilyen állami térkép, rá lehet keresni, hogy például Fehérvár Csurgón, akkor húzódik a határ, a közigazgatási határa, de nem ezt akarom kérdezni, hanem azt, hogy egyébként, és konkrét példa van róla, vajon a 20 km-t azt hogy kell számolni? Légvonalba? Nem. Közúton kell számolni, tehát Google Maps-be be kell írni, és ott kell nézni, és nem egy esetben előfordult, hogy egyébként meg lett volna a 20 km légvonalba, de mivel az út így ment, így a 20 km is bukott, és például egy volt haszonbelői ranghely, az ezen bukott el, mert nem volt meg a 20 km.
Na nézzük is tovább, és akkor beszéljünk, még egyet léphetünk, és ígértem azt, hogy az osztatlan közösről fogunk beszélni. Ugye a július 1-től 10 hektáros birtok méretig kifüggesztés nélkül lehet földet vásárolni. Ugye ez nagyon fontos, két szabály van. Az egyik az, hogy csak földművesek élhetnek ezzel a lakhellyel, tehát akinek nincs, meg legalább az aranykolászos végzettség az nem is élhet ezzel, és csak 20 kilométeren belüliek élhetnek ezzel a lehetőséggel. És talán a legfontosabb, hogy itt visszaverően meg fogják nézni, hogy volt-e valaha 10 hektár az én tulajdonomban. És akkor mondom a példát, édesapámtól örököltem, és már volt mondjuk 5 hektár földem, hiába ajándékoztam el a fiamnak, hiába nincs most semmi a nevemen, attól már megint csak 5 hektárig tudok vásárolni kifüggesztés nélkül. Jó, itt a kifüggesztés nélküli szóval kifejezésen van a hangsúly, tehát visszamenőleg fogják megnézni, és egyébként 10 hektárig lehet ezzel élni, és egy nagyon fontos változás, gyümölcsösre meg szőlőre nem lehet ezt a lehetőséget használni. Mehetünk tovább. Néhány gyakorlati kérdés nézzünk meg. Ugye a második sorban látható az a kifejezés, hogy bekebelezés, meg területi minimum. Ugye az ország mezőgazdasági vagy termőföld vagyonának, mezőgazdasági művelés alatti vagyonának, ami nagyjából 5 millió hektárt használunk, közel fele osztatlan közös tulajdon. Az már egy másik kérdés, és majd erről is fogunk beszélni, hogy több mint 1 millió hektár osztatlan közös tulajdonos csak az öröklés miatt darabolódó cég. Tehát nagyon kemény állami beavatkozásra van szükség, és volt szükség arra, hogy ezt a helyzetet valahogy tudjuk kezelni. De és akkor az egyik ilyen eszköz, ez a bekebelezés. Ami azt jelenti, és mondom a példát, van egy másfél hektáros szántó terület, van benne nekem 1,1 hektár, meg vannak benne kicsik, kisebb tulajdonosok. Ugye, mivel csak én érem a területi minimumot, az 1 hektár, így gyakorlatilag egyoldalúan bekebelezéssel a többieknek a tulajdoni hányadát meg tudom szerezni. Egyoldalúan, ez nagyon fontos, hogy hiába tiltakozna, attól meg tudom szerezni. Vannak különböző garanciális elemek, de erről most talán most nem erről kell beszélnünk, hanem ami itt a dián látható, és mondom a példát. Ugye van nekem 1,1 hektár, meg van benne olyan, aki mondjuk 100 négyzetméterre rendelkezik. Kiküldöm a levelet mindenkinek, hogy bekebelezéssel, na akkor én most elindítom a folyamatot, és visszajön egy levél a kisebbség, a kisebb tulajdonostól, ő akar engem bekebelezni. Úgyhogy itt az a megkérdés, hogy vajon a kishal megeheti-e a nagyhalat. És ugye gondolnánk, hogy hát ez természetesen nem történhet így, de sajnos a jogszabályból ez nem következik egyértelműen. Viszont van egy minisztériumi állásfoglalás, ami azt mondja ki, nagyon egyszerűsítve, a kisha nem eheti meg a nagyhalat. Tehát aki eléri a területi minimumot, azt bekebelezni nem lehet. Ha valakinek ilyen problémája van, akkor nyugodtan forduljon hozzám. Ez egy konkrét ügyben született állásfoglalás, de szívesen átküldöm, akinek erre szüksége van. Amiről beszélnünk kell, és nem az osztatlan közös érinti, de az a illegális hulladéklerakás. Csak egy példát akarok mondani, de én azt gondolom, hogy sokan találkozunk ezzel. Sitt, törmelék, gumi. Rengeteget pakolnak le mezőgazdasági területekre, és most az a szabály, hogy egyébként a tulajdonosnak, tehát a föld tulajdonosának objektív felelőssége van. Elvileg műholdról nézik, hogy hol van ilyen illegális hulladék, és folyamatosan addig bírságolnak, amíg el nem szállítom azt az illegális hulladékot a területről. És hiába mondom azt, hogy ezt nem én raktam le, a felelősségem objektív. És ebben a MAGOSZ részéről egy nagyon fontos változást javaslunk, el is indult egy folyamat, tehát kormányzati szinten van egyeztetés, a föld tulajdonosának ezt az objektív felelősséget, ezt meg kell szüntetni. Tehát az, hogy beraknak az én területemre, és még nekem kell azért fizetni kőkemény 100 000 forintokat, meg az elszállítás költségein, azt gondolom, hogy ez nem működhet. Tehát én bízok benne, hogy ebben előbb-utóbb változást tudunk elérni. Nekünk a MAGOSZ részéről ez egy prioritás a feladatok között. És csak egy példát akarok mondani, dány község, ez Pest megye. A lényege az, hogy az M3-as mellett fekszik, mennek haza egyébként az építési vállalkozók, egy kanyar lefelé a 3-asról, lerakják a területre, és most 3000 köbméter gumit, illetve törmeléket kellene elszállítani az egyik gazdaköri dagunknak, és kért egy ajánlatot, és 100 millió forint az elszállítás költsége, és folyamatosan addig bírságolják, addig, amíg ezt el nem szállítja. Szóval ez egy igazi padhelyzet, de ebben mindenképp változást szeretnénk elérni. Mehetünk tovább.
Néhány bírósági határozatot hoztam, viszont amit szeretnék kiemelni, az a harmadik sorban található. És akkor mondom a példát. Megállapodunk Pista bácsival, hogy Pista bácsi eladja nekem a földjét. Nincs rajta semmilyen haszonbérlet, amikor megveszem a földet, az én nevemre kerül, akkor már tudom használni. Megkötjük a szerződést, ugye kifüggesztés, kormányhivatali jóváhagyás, ugye kamara, kormányhivatali jóváhagyás, és amikor bejegyzik a tulajdonjogomat, akkor észreveszem, vagy azt látom, hogy 20 éves haszonbérletet jegyeztek el az ingatlan. Hogy tud ez megtörténni? Hát amikor elkezdődött a folyamat, akkor még semmilyen haszonbérlet nem volt, és akkor visszamegyek a folyamat elejére. Megkötötték, vagy megkötjük az adásvételi szerződést, és valaki a faluban észbe kap, hogy úristen, ezt a földet már nem tudom majd használni. Bekopogtak Pista bácsihoz. Pista bácsi, kössünk már egy bérleti szerződést, és sajnos ez egy megtörtént példa volt, nem egy esetben. És Pista bácsi a haszonbérleti szerződést is megkötötte. És a haszonbérleti szerződés jóváhagyása, ugye rövidebb a kifüggesztés, rövidebb a jóváhagyás folyamata is, hamarabb megtörtént, mint az adásvételi szerződés jóváhagyása. És a kettő, ez úgy történhet meg, hogy a adásvétel jóváhagyása az megye, a haszonbérlet az meg járási szinten van. És a kettő, ha nem látja a tulajdoni lapon, akkor sajnos ez előfordulhat. A kettő nem biztos, hogy kommunikál egymással ilyen szinten, ügyek szintjén. Amit javaslatként én el tudok mondani, hogy amikor majd megkötik az adásvétel szerződést minden egyes adásvételnél, és úgy tudom, hogy a kormányhivatalok is ezt már megteszik automatikusan, de mindenki figyeljenek oda, kerüljön fel a tulajdoni lapra egy tényfeljegyzés, hogy adásvétel van folyamatban, mert ilyen akkor nem fordulhat elő. Ugye az adott ügyben volt egy jogi lehetőség, ez az előzetes szerződés szegés, ami azt jelenti, hogy ugye, aki már a szerződés teljesülés előtt megszegi a szerződés, Pista bácsi megszegte, akkor vele szemben lehet kártérítést kérni, de én azt gondolom, hogy nem ebbe az irányba kell elindulni. Védjük magunkat tulajdonlapra az adásvételkor egy tényfeljegyzés, mehetünk tovább. Haszonbérlet kapcsán mehetünk is a következőre. A harmadik sorból szeretnék beszélni, ez pedig a bérleti díj csökkentése. Miről van itt szó? Ugye azt látjuk, hogy hát sok esetben úgy akarják kikerülni a többi gazdát, hogy a bérleti díjat az egekbe emelik. Azt vagy kifizeti azt az összeget, vagy nem. Ez szerintem ez itt a megyében is egy szokványos dolog. A nagy kérdés az, hogy önök vajon rájelentkezzenek erre a szerződésre, vagy pedig ne. Jogilag mi lesz ennek a sors? És ugye eddig az volt, hogy a kamara tehet egy bejelentést a kormányhivatal vagy elfogadja, vagy nem, hogy magas a bérleti díj. Én azt javaslom, hogy ne féljenek rájelentkezni egy szerződésre, és amiért mondom ezt, az itt a harmadik sorban látható, és itt a jogszabályi hely is. Tehát ez a FÉTÉVÉ, ez a földforgalmi törvénynek a másodlagos jogszabálya, 50 per A paragrafus, annak is a 7.-8. bekezdése. A lényeg, ugye rájelentkezek egy szerződésre, és amikor engem hoznak ki győztesként, tehát én leszek a felhasználója, akkor van fél évem arra, el kell menni vele ügyvédhez, meg majd bíróságra is, de egy fél éven belül, ha megindítom a bérleti díj csökkentését, akkor a bíróság a helyben szokásos bérleti díj szintjére fogja csökkenteni a bérleti díjat. És nem kell hozzá a másik félnek a beleegyezése. Tehát mondjuk azt mondom, hogy 200 ezerre van kifüggesztve a szerződés, de itt helyben például mennyi körülbelül egy hektár szántónak a bérleti díja? 100? 120? A körül? Jó, 100 ezerre számoljuk, akkor a bíróság le fogja csökkenteni a bérleti díjat 100 ezerre. Jó, úgy, hogy egyébként az eredeti bérleti szerződésben még egyébként 200 ezer szerepel, tehát ez a FÉTÉVÉ 50 per A ezt lehetővé teszi, ez egy viszonylag friss rendelkezés. Mehetünk tovább. Néhány gyakorlati tudnivalót beszéljünk meg. Ezek konkrét ügyek, gyakorlatban láttuk őket, sok esetben bírósági döntés is van. Az első arról szól, hogy van nekem még bérleti szerződése, még 5 évig érvényes ez a bérleti szerződés, de hogy letelik a 20 év, tehát meghosszabbítani már nem tudom. A nagy kérdés az, hogy vajon nekem meg kell-e várnom a szerződés lejártát, és csak utána tudom újra kötni a szerződést. A válasz az, hogy nem kell megvárnom, mondjuk 23-ban most, 2028-ban lejár a szerződésem, akkor én ma kimegyek innen a teremből, 2023-ban újra megkötjük a bérbeadóval a szerződést, hangsúlyozom, nem hosszabbítás, hanem új szerződés, és gyakorlatilag újra kötjük a szerződést, és majd ugyanúgy elindul a folyamat, kifüggesztés most 2023-ban,
és a földhasználat bejegyzése ugyan majd 28-tól kezdődik, meg a hatályba lépése, de semmi nem zárja ki azt, hogy én a lejárat előtt újra kössem a szerződést, és nagyon fontos, volt haszonbélőnek is minősülő. Furcsa egy kicsit, hogy még földhasználó vagyok, haszonbélő vagyok, de már volt haszonbélő ronkhelyen van, de ne féljünk tőle, erre van lehetőség. A második sorban az egy olyan gyakorlati példa, amit mi egyébként a saját családi gazdaságunkban is végigvittünk. Itt arról van szó, hogy van egy földünk. Őszintén egyébként ez egy szőlőterület nekünk a gyakorlatban. És itt a szőlőterületünk mellett, amit a mi használatunkban van, a mi tulajdonunkban van, a szomszéd föld az tele volt mindig gazzal, gyommal, nem tudtuk soha használatba venni. Megnéztük a tulajdoni lapot, és hát olyan tulajdonos társak volt, akik vagy meghaltak már, vagy nem elérhetőek. Mit tudunk ebben a helyzetben csinálni? Szerintem ez egy komoly segítség mindenkinek a gyakorlatban. Apám azt kérdezte tőlem, az első kérdése szerint az volt, fiam, ezt a földet meg tudjuk-e venni? Szomszéd parcellát. Mondtam, hogy apa, ezt sajnos nem tudjuk megvenni, ugye nincs, aki aláírja a szerződést a másik oldalon. Apámat nem nyugtattam meg ezzel, és azt mondta, hogy hát fiam, oké, hogy megvenni nem tudjuk, de azzal a tudományoddal mondd el, hogy valahogy a tulajdonjogot meg tudjuk-e szerezni. És apa mondta neki, hogy apa, igen, meg tudjuk szerezni, ez az elbirtoklás, ami azt jelenti, ha igazolom azt, hogy 15 évig mi használtuk azt a területet jogcím nélkül, akkor gyakorlatilag 15 év után el kell menni egy ügyvédhez, majd bíróságra, 15 év után bejegyzik az én tulajdonjogomat elbirtoklás jogcímen is. Nagyon fontos ezt élőt megjegyezni, elbirtoklásnál nem kell vételárat fizetni. Tehát ez egy ingyenes szerzés, eljárási költségek vannak. Apám nem volt nyugodt ezek után sem, mert azt mondta, hogy fiam, hát nem fogunk 15 évet várni, meg ahol is hogyan igazoljuk, hogy mi azt használtuk 15 évig. Apám azt kérdezte, hogy valahogy a használtot meg tudjuk-e szerezni, és erre is van pozitív válaszunk, ami azt jelenti, hogy ha én írok egy levelet azoknak a tulajdonosoknak, akik a szomszéd ingatlanban tulajdonostársak, a tulajdoni lapon szereplő címre, ez a kiinduló pont, egy tértivevényes levél kell mindenkinek külön-külön, három dolognak kell benne lennie. Egyik az, hogy én csekiből ezt a földet bérbe akarom venni. Kettő, ezekkel és ezekkel a feltételekkel, és a legfontosabb a harmadik rész, az pedig az, hogy 60 napon belül várom vissza a válaszokat. És mi történhet? A tértivevények egy része visszajön úgy, hogy nem kereste, elköltözött, címzett, ismeretlen, kézbesítés akadályozott, hosszú a sor. A másik része a tértivevényeknek visszajön, hogy átvette a levelemet, viszont 60 napon belül senkitől nem kaptam vissza választ. Nálunk is így volt egyébként, hogy senkitől nem kaptunk vissza választ. És ilyenkor a következő lépés, hogy előveszek egy haszonbérleti szerződést, megírom, ezekkel és ezekkel a feltételekkel, a bérlőnél az én nevem, a bérbeadónál a tulajdonlapon szereplő személye, aláírom a bérlő oldalán, és most jön a lényeg, a bérbeadónál senkinek nem kell aláírnia. És ezt beküldöm a kormányhivatalba, és elindul a bérleti szerződés jóváhagyása. Lesz egy kifüggesztés, mint minden egyéb más, de elindul a folyamat. Ugye egy garanciális szabály van, hogyha egyetlen egy tulajdonostárs visszaír, hogy Csetibor, elnézést, ezt nem, akkor senkit nem tudom használni. De a lényeg az, hogy ha senkitől nem jön vissza, akkor irány a kormányhivatal, és el tudjuk indítani, és ha visszalépünk még az előző diára, az előzőre, akkor ugyanennek a jogszabálynak, a FTV-nek a 72. paragrafusa biztosítja ezt a lehetőséget. Ott vannak leírva ezek a szabályok, érdemes megjegyezni, mi ezt a gyakorlatban tudtuk használni. És a legfontosabb kérdés apám részéről az volt, fiam, támogatást tudunk-e felvenni addig, amíg az át nem megy a rendszerem? És a válasz egyértelműen, hogy igen, jegyzőigazolás. Ugye ezt sokan ismerjük a gyakorlatban, a jegyzőigazolással lehet olyan támogatást, olyan földutánis támogatást felvenni, amire egyébként nincsen semmilyen jogcímünk. Na és a harmadik sor az sajnos még mindig a halottakról szól. A példa az, hogy Pista bácsi bérbe akarja nekem adni a földjét. Megkötnénk a szerződést, de sajnos jön egy telefon, Pista bácsi gyereke hív, hogy Pista bácsi meghalt. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy addig, amíg a hagyatéki eljárás le nem zárul, addig a tulajdonosokat vagy az örököseket nem jegyzik be tulajdonosként, ergo a földet sem tudom bérbe venni. Hosszú hónapok, akár évek. Mit tudunk tenni ebben az esetben, mert van rá megoldás. Azt az egy szót kell megjegyezni, egy szó, két szó ez, öröklési bizonyítvány.
Ez arról szól, hogyha tart a hagyatéki eljárás, és a közjegyző kiállít egy ilyen öröklési bizonyítványt, amiben az szerepel, hogy ez lesz a hagyaték, a hagyaték tárgyai, ők lesznek az örökösök, és ha az összes örökös aláírja a bérleti szerződést, és mellékeljük ezt a bizonyítványt, akkor a kormányhivatali jóváhagyása is megindult, még egyszer mondom, azelőtt is, hogy egyébként bejegyeznek az örököseknek a tulajdonjogát. Apropó, egy zárójeles kérdés, önök vajon haszonbérleti szerződést kötnének, vagy pedig egy megbízás, vagy szoktuk mondani, bérmunkaszerződést, egy földhasználatát. Ugye nagyon egyszerű, a bérmunkaszerződést nem kell kifüggeszteni, és ugye mégis van róla egy papír, hogy mi használjuk azt a területet, de egy dologra felhívom a figyelmet, hogy amikor egy Pista bácsi meghal, vagy egy személy meghal, ugye semmi nem történik, a haszonbérlet él tovább. Viszont ha nekem bérmunkaszerződésem van Pista bácsival, én vagyok a bérmunkát végző hivatalosan, akkor sajnos a bérmunkaszerződés az nem kerül be a hagyatéki leltárba, az nem él tovább. Tehát én ezt tudom javasolni, hogy a bérmunkaszerződést csak rövid távon alkalmazzák, hosszú távon, ezt a haszonbérlet sokkal erősebb garanciákat biztosíthat, lásd egy haláleset esetén. Mehetünk tovább. Gazdaság átadás előtt, még hogyha visszamegyünk, itt álljunk meg egy pillanatra. Gazdaság átadás előtt álljunk meg egy pillanatra, még a haszonbérlethez azt kívánom hozzátenni, vagy azt teszem hozzá, nagyon sokszor látom problémaként a gyakorlatban, ugye, hogy határozzuk meg a bérleti díjat? Forint, vagy pénzben határozzuk meg, forint per aranykorona, vagy forint per hektár alapon. Meg lehet úgy is határozni, hogy ennek és ennek a terménynek a július 1-jei tőzsdei ára. Lehet, hogy egyébként terménybe fizetjük, tehát a kettőt lehet vegyíteni, és tehát szabad a kéz, hogy hogyan határozzuk meg a bérleti díjat. Egy dologra figyeljünk, amikor azt írjuk bele, hogy X mennyiség kukorica, az nem jó. Szerepeljen benne, pontosan megnevezve, X mennyiség, takarmány kukorica ebben a minőségben. Egyrészt a kormányhivatal nem fogja átengedni, kettő, amit látjuk most a piaci árak, igen, a volatilis kilengésénél, azt látjuk, hogy akkor elkezdenek érvelni a felek, hogy én egyébként takarmány kukoricára gondoltam, én egyébként étkezési minőségre gondoltam, én egyébként csemege kukorica minőségre gondoltam. Jó, tehát, hogy igenis tisztán kerüljön megnevezése a bérleti díjnál, a terményben szerepel, hogy az pontosan milyen termény, molni minőség, takarmány minőség, euró minőség, jó, tehát erre mindenképp figyeljünk. Gazdaság átadásról beszéljünk egy picit. Ugye miért van szükség a gazdaság átadási törvényre? Megint egy szám. Minden harmadik magyar gazda a nyugdíjas korba lépett. Az átlag életkor az közelít a 60-hoz, 58 év a legfrissebb felmérések szerint. Ugye az a korosztály, aki elkezdte a gazdálkodást a 90-es évek elején, az a korosztály a nyugdíjas kor küszöbére lépett, és gyakorlatilag ők vannak most abban a helyzetben, hogy átadják egy fiatalabb generációnak, vagy legalábbis gondolkodnak benne. A generációváltás viszont mégsem történt meg. Mi ennek az oka? Ugye van egy érzelmi oka, még nem érett meg rá a családi helyzet, vagy még nem akarja átadni. Nekünk ezzel nincs feladatunk. Amiről most én beszélni akarok, azok a jogi akadályok. És mondok egy példát, édesapa át akarja adni a gazdaságát a fiának, de ugye egy gazdaságban nem csak a föld tartozik, vagy nem csak a tulajdonjog, hanem egy haszonbérlet is. Hogy adunk át egy haszonbérletet? Ugye családon belül lehetne átadni, de kell hozzá egy szerződés, egy alhaszonbérleti szerződés. Mi a baj az alhaszonbérlettel? Ugye nem kell kifüggeszteni, nincsen kamarai jóváhagyás, tehát gyorsan átfut a rendszeren, még kormányhivatali jóváhagyása sincs egyébként, viszont ha az édesapa átadta a fiának a haszonbérletet, ilyen alhaszonbérleti szerződés, a fiú műveli a földet, letelik a bérleti szerződés, és újra ki akarja függeszteni már ugye a bérlőként a fiú, az alhaszonbérlő, most jön a lényeg, az alhaszonbérlőnek nincsen előhaszonbérleti ranghelye, az csak az eredeti bérlőt illeti meg. Úgyhogy ilyen is ehhez hasonló akadályokba ütköztek, vagy egyébként abba is, hogy bement az apa meg a fiú a bankba, hogy hát van itt egy agrár Széchenyi kártya, szeretnénk átadni, vagy mondjuk egy beruházási hitel pályázathoz, és azt mondta a banki kollega, nagyon helyesen a mostani szabályok alapján, oké, de akkor a fiúra egy újabb hitelminősítést folytatunk le. És hogy lenne hitelképes ez a fiú, amikor még nincsen semmi a nevén?
Tehát ezek ilyen 22-es csapdája, de hát ezekre megoldást kellett találni, és megalkotásra került 22-es törvény, agrárgazdaságok átadásáról szóló törvény. Ez talán a legfontosabb hangsúlyozni, hogy ez nem a nagy cégek átadásához biztosít lehetőséget. Az átadónak és az átvevőnek vagy őstermelőnek, vagy egyéni vállalkozónak kell lennie. Jó? Tehát mind a kettő, vagy egyéni vállalkozó, vagy őstermelő, és az átvevőnél is ez a szabály. Az átadó az 60-nál idősebb, az átvevő az 50-nél fiatalabb kell legyen, és családon belüli átadást biztosítja ez. Ugye az említett jogi problémákat teljesen kiküszöböli, tehát ha megkötjük ezt a gazdaságátadási szerződést, akkor átszáll a haszonbélet, átszáll a hitel, átszáll a támogatás, átszállnak az engedélyek minden egy szerződéssel, tehát nem kell 66 féle szerződést írni, az összes vagyonelemet egy szerződésbe be tudjuk írni, és talán a legfontosabb, lesz hozzá pályázat, VP-s pályázat, mind az átadó, mind az átvevő igénybe tudja majd ezt venni, elég szép összeget fizetnek majd erre. Egy összegű, vissza nem térítendő általány támogatás, nem kell hozzá majd számla, tehát én azt gondolom, hogy ez most egy nagy löklet lesz mindenkinek, aki érezze a lehetőség, és még egyszer mondom, mind az átadó, mind az átvevő igénybe tudja ezt venni. Amiről most itt beszélni kell az, hogy el kell majd vele menni egy ügyvédhez vagy közjegyzőhöz, de mindenképp, és mint egy földadásvételnél is kell egyébként ügyvéd vagy közjegyző hozzá. Négy megyében fognak ezzel foglalkozni, tehát a Fejér megyei kormányhivatal nem fog ezzel foglalkozni, önök a Veszprém megyei kormányhivatalhoz fognak tartozni, tehát ott lesz egy hatósági jóváhagyás, de csak szűkített feltételekkel. Én előjárában csak annyit szeretnék mondani, hogy ugye a pályázat az majd 2024 közepén jelenik meg, ami azt jelenti, hogy a beadás az majd valahol évvégén kezdődik meg, tehát én csak azt javaslom, hogy most egyelőre gondoljuk át, akarjuk átadni a gazdaságot, kinek akarjuk átadni a családon belül, és írjuk össze akár egy A4-es lapra is, hogy mi tartozik a gazdaságba, és most mély levegőt veszek, és felsorolom lassan, hogy nagyon gyorsan, hogy földek, ingatlanok, ingóságok, gépek, eszközök, szerződés, termeltetési szerződés, biztosítás, MOL-kártya, engedélye, támogatások, pályázatok, hosszú a sor, jó? Ezekre mind gondolni kell, csak érdekességképpen vajon egy fűkaszát beleírjunk? Hát ha beleírjuk, akkor átszáll a tulajdonjog, ha nem írjuk bele, akkor nem száll át a tulajdonjog, jó? Tehát, hogy amiről közhiteles, hogy hatósági nyilvántartás van, azt viszont mindenki bele kell majd írni. Mehetünk a következő diára, ugye a pályázatot említettem, és amiről most szeretnék beszélni, az a hozzátartozói láncolat. Itt most zárójelben csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy akkor mielőtt a pályázat kijön, tehát én azt tudom mondani, hogy még a tavaszi munkák előtt, elnök úr, hogyha a partner vagy te is benne, akár ebben a körben is szervezünk egy fórumot, ami kifejezetten csak először a gazdaság átadásra, és menjünk lépésről lépésre, tudjunk készülni. Amiről viszont most mindenképp beszélni akarok, az a második sorban látható. Ha most ezzel a kifejezéssel bekopogtatnának egy ügyvédhez, akkor azt mondom, hogy 99%-ban biztos, hogy nem tudná, hogy mi az. És nem azért, mert ő nem felkészült, hanem ez egy speciális agrárjogi rendelkezés, ezt nem régen vezettük be a jogszabályba. Miről van itt szó? Ugye hozzátartozó, ki lehet egymásnak? Apa, fiának hozzátartozója, unoka, szintén. Testvérek hozzátartozók. Unokatestvér, az viszont már nem hozzátartozó. Tehát egészen szűk az a kör, aki jogilag hozzátartozónak minősül, de hát sok családban nincs olyan személy, aki egyébként nincs olyan szűk családban olyan, aki átvenni a gazdaságot, és ezért kitaláltuk azt, hogy legyen hozzátartozói láncolat. Hozzátartozói láncolat alatt például a példát mondom. Édesapának a felesége, a feleségnek a testvére, és a testvérének van egy gyereke. Tehát édesapától eljutottunk több lépésen keresztül, aki jogilag semmiképp nem hozzátartozó, viszont, és ez a kifejezés, ez a hozzátartozói láncolatban, akivel közös a vérünk, most bocsánat, ennyire egyszerűsítem mondom, az már beletartozik, és annak átadható a gazdaság, és figyelem, ez az őtségénél is alkalmazható. Tehát a családi gazdaságban sem a szűk családot tudom bevenni, hanem esetleg unoktestvér, feleségnek a testvérének a gyereket, tehát egészen kibővült ez a kör, és ez a hozzátartozói láncolat, ez a gazdaság átadásnál is így lesz. Mehetünk tovább. Néhány gyakorlati megközelítés vagy kérdés a végére. A,
A lényeg az, hogy amikor megtörténik egy gazdaságátolás, abban az irányba haladunk, hogy ne kelljen se illetéket, se áfát, se eszélyet fizetni a gazdaságátolásnál. Itt ebben a megyében merül fel kérdésként az egyik fórumon, hogy, és ezzel zárom a gondolataimat, egy idősebb bácsi lépett oda hozzánk, hogy ő szeretné átadni a gazdaságot, de a fiának van egy felesége, és attól tart, hogyha most átad mindent a fiának, és esetleg később elválnak a fiának a felesége, akkor mindennek a felét viszi az asszony. A hölgyek kedvéért mindennek a felét viszi a volt férj. Mi erre a jó válasz? Hogy tudjuk a bácsinak az aggályait eloszlatni? Úgy, hogy azt tanácsoltuk a bácsinak, hogy ha ingyenesen adja át a gazdaságot, és hogyha családon belül, én azt gondolom, ez lesz a jellemző, akkor az átvevőnek, tehát a megajándékozottnak a külön vagyonába kerül ez, tehát egy későbbi válás esetén nem kerül megosztásra. Ellenben, hogyha pénzért adná át a fiának, ugye? Az a logika az, hogy akkor már a családnak, a fiúnak, a szűk családjának a pénzéből fizeti ki, tehát az már közös vagyon lesz. Tehát, aki ilyen aggályokkal küzd, annak javaslom az ingyenes átadást, ugyanis az külön vagyonnak minősül. Ez egyébként bármilyen más ajándékozásra lehetséges, hogy ez a szabály. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.